Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 10-én. Első kérdés az lenne, mi foglalkoztatja ők, mik a tervei? Ez a kártya adja rá a választ. Ez a kép mutat egy királyt, a levegő hatalmát. Ez utal a könnyűségekre, és arra is, hogy komoly döntések előtt áll. És ez a büszke, várakozó testállás arra utal, hogy még várakozik, és reménykedik abban, hogy hírt kap tőletek. Vannak tehát elvárásai. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk az ő érzelmi világába. Ez a kép mutatja a csillagok jó hatását, tehát ő bízik abban, hogy jobbra fordulnak a dolgai. Lehet az is, hogy ő más irányba tekint, ami őt megnyugtatja, vagy boldoggá teszi. Az érzelmi világát ti befolyásoljátok, ő mutat érdeklődést és érzéseket felétek. Természetesen történhet az is, hogy ő valamit átvizsgál, mert tudni akarja, hogy mi vár rá. A harmadik kérdés, milyen lépéseket tesz irányotokban? Ez a kép mutat egy nyitott ajtót, és az szimbolizálja a nyitottságot, de ezt az ajtót be is lehet zárni. Ő figyeli az eseményeket, és diplomatikusan tesz lépéseket. Ez a kép mutat nyitottságot vagy zárkozottságot, attól függően, hogy ti mit válaszoltok, vagy hogy reagáltok arra, amit ő tesz. De egy biztos, hogy van lehetőségetek arra, hogy egy közös úton járjatok. És pontosan ezt mutatja ez a kártya, a nap energiája. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!